abátszalókon élnek, ez kb. 150 kilométerre van a Tisza partján. Farfekvéses voltam. Az anya mélyben, a bal lábam nem engedte kifejlődni a jobban. Ez így alakul, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen karma, vagy nem tudom. Biztos, hogy nem lennék ilyen ember, ha ez nem így alakul. Sokszor tapasztaltam azt, hogyha úgy költem el az önéletrajzomat, hogy nem szerepelt benne, hogy velem mi a helyzet, akkor még be is hívtak állás interjúra. Na, ott már más volt, hogy majdnem sokkot kapott a HR-es, de ez egy dolog. Ha beleírtam, akkor odáig se jutottunk el, hogy behívjanak, vagy egy válaszlevél, vagy hogy köszönjük, nem, már betöltötték az állást. Lát valamit, és az szerint a valami szerint ítél. Én azt gondolom, hogy az akadálymentesítés az mindig nekünk a saját fejünkbe kezdődik, és hogyha már itt minden rendben van, és tudjuk, hogy merre vagyunk a világban, meg hogy a világban effektíve hol tud helyünk lenni, akkor utána a világban kell akadálymentesítést csinálni. Először a környezetünkben, és akkor utána az emberekkel, a buszon, a villamoson, a metron. Én Lábújhegyen járva születtem, akkor megműtöttek, elvágták az ahilleszem, hogy talpon járjak, a gyógytornám az elmaradt, és akkor itt szépen lassan elkezdett az izmom elsorvadni. Elég nehéz gyerekkorunk volt, a családi élet egy kicsit megbomlott, és elvették a házunkat. Majd ezután Fótra kerültek a testvéreim, én 2 évig még Pesten voltam intézetben, és utána hozzájuk csatlakoztam. A testvéreimnek gyakorlatilag apjuk helyett apjuk voltam. Próbáltam őket a jó irányba terelni. Várom, hogy leliftezzenek, aztán irányom hely felé. A Károlira jelentkeztem, és írtam a dékánnak, hogy szeretnék hozzájuk járni, és hogy megoldható-e az akadálymentesítés. Milyen szikor? Nem tudom. Hogy meghívodni van. Összemett a mosásba. Igen. Jogi asszisztens leszek, hogyha befejezem ezt a 4,5 éves képzést. Szeretném a sérült emberek jogait kivívni. Nem lehetetlen munkát találni, de kőkeményen mellette oda kell tenni magát az embernek. 16 éves korom óta próbálok munkába állni. Az egyik legnagyobb gyors étteremnél is megpróbálkoztam, de azóta nem érkezett visszacsatolás, úgyhogy igazából nem sikerült. A Nem Adom Fel kávézóba a Facebookon keresztül kerültem. Elküldtem az önéletrajzom, meg a motivációs levelem, és aznap este hívtak, hogy másnap be kell jönni próbanapra. Azt gondoltam, hogy ennek most sikerülnie kell. Megpakoltak egy tálcát poharakkal, meg tányérokkal, és meg kellett nézni, hogy elbírom-e egyáltalán. 3-szor annyit tudok dolgozni, már csak azért is, hogy megmutassam, hogy igen, képes vagyok rá, és igen, meg tudom csinálni, és én csinálom meg, és nem más. Itt nem nehéz sorsú és szerencsétlen fiatalokról van szó, hanem tehetséges emberekről, akik rengeteg dolgot hozzá tudnak tenni a világhoz. Ez az alapítványnak az alapgondolata. Jelen pillanatban 24 fogyatékossággal élő dolgozó van itt a kávézóban, és azt mondom, hogy körülbelül a 80% a dolgozóknak a 80% fogyatékossággal élő. Foglalkozom a Facebook kommunikációval, foglalkozom a honlapokkal, igyekszem ápolni a sajtókapcsolatokat. Jó, néz ki! Mi a Nem Adom Fel alapítványban ezt az élményt szeretnénk, nem élményt, ezt a, azt gondolom, alapszükségletet szeretnénk megadni, hogy egy fogyatékossággal élő ember minél inkább rájön arra, hogy hát rá szükség van, megbecsülik azt, hogy ők lehetőséget kapnak az életben. Van olyan kollégám, aki képes 4-szer eltörölni egy kést, mert nem tetszik neki. Melyik étterembe törlik 4-szer át a késeket? Azt gondolom, hogy ez a kávézó egy
kiskapu arra, hogy több ilyen hely nyíljon, és hogy észrevegyék az emberek azt, hogy így is lehet munkába állni. Mindenféle csomó közös tervünk van, hogy hogyan tudnánk ezt nemzetközileg is öregbíteni Magyarországnak, a Nem Adom Felnek, meg a fogyatékos embereknek a hírnevét.